Köszöntöm Önöket, ez a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, és ahogy azt megszokhatták, egy kicsit egy interaktív polgármesteri fogadóórára vártuk ide a stúdiónkba. Ma is Székesfehérvár polgármesterét, Cser Palkovics Andrást. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, és szép estét kívánok mindenkinek. Nézzük először a kormányinfó bejelentett legfrissebb történéseket, hiszen ez a mai naphoz azért hozzátartozik. Ugye egyrészt a cégek és vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottaknak. November 1-től a közösségi közlekedési eszközökön a maszkviselés ismételten kötelező, az egészségügyi intézményekben pedig látogatási tilalom lép majd életben. Ez a szociális intézményekben is egy bevezethető történet lesz, az intézményvezetők dönthetnek majd erről, valamint ami még fontos talán, hogy a magyar állam, mint munkáltató elő fogja írni az oltást, az önkormányzatok esetében pedig a polgármester dönthet majd arról, hogy elrendelik el a kötelező oltást, és ehhez kötődően mondjuk ma önnek is volt egy lakossági tájékoztatója az önkormányzati intézkedésekről. Erről mit kell tudni, polgármester úr? Én is azt hiszem, hogy talán mai nap legfontosabb híre az, amit a kormányinfón miniszter úr bejelentett, hiszen a járványügy vonatkozásában ezek mindig kiemelt és joggal kiemelt figyelmet érdemlő bejelentések és kormányzati állami döntések, amik természetszerűleg kötelezőek az önkormányzatokra nézve is. Talán annyiban érdemes egy kicsit azonban visszább lépnünk az időben, hogy azért állapítsuk meg, hogy szerencsére Magyarországon hosszú-hosszú hónapok óta gyakorlatilag érdemi korlátozások nélkül szabadon élhetjük a mindennapjainkat. Ez azt hiszem egy nagyon-nagyon jó hír ebben a másfél-két esztendős járványidőszakban. Ez nem volt mindig így, és ezért talán még inkább tudjuk ezt értékelni. Sokaknak volt ez köszönhető, leginkább az elhivatott szakembereknek, magának az oltási programnak, és annak a rengeteg embernek, aki itt Fehérváron és Fehérvár környékén is az elmúlt hónapokban beoltatta magát. Nekik köszönhetően hosszú-hosszú ideig gyakorlatilag egyáltalán nem kellett korlátozásról dönteni, beszámolni. Azért látszott már az elmúlt hetek járványügyi adatain, hogy ez nem lesz sajnos mindig így. Ha pedig megnézzük a környező országokat, államokat, akkor láthatjuk, hogy sokkal, de sokkal rosszabb helyzetben vannak, és nagyon súlyos korlátozó intézkedéseket kellett hozni már részben nyáron, nyár végén vagy az ősz elején. Ezek még most is csak részben érik el Magyarországot, hiszen a ma bejelentett kormányzati döntések még szerintem mindig nem azok, amik igazán jelentősen korlátoznák a mindennapi életünket és szabadságunkat, és reméljük, hogy ez persze így is marad. Még akkor is, a sajnos az is látszik, hogy azért most az az időszak jön, amikor folyamatosan lesznek korlátozások. Bízom benne, hogy ezek nem fogják talán azt a mértéket elérni, és az életet úgy leállítani, mint 2020-ban ezt többször meg kellett tenni, és ez többek között éppen a védőoltásnak köszönhető. Ugye a legfontosabb, amire felhívnám ma is a figyelmet, hogy aki még nem tette meg, az a saját maga és a közösség védelme és a szabadságunk fenntartása érdekében is oltassa be magát. Ami döntéseket pedig hozott a kormány, illetve amiket mi kiegészítésként megfogalmaztunk, azok nagyon röviden összefoglalhatók, hiszen nem érintenek annyira sok területet. Talán a legfontosabb döntés az, hogy a közösségi közlekedésben november 1-től kötelező a maszk használata. Ez természetesen a városi közlekedést is érinti Székesfehérváron, tehát kérem, hogy ezeket a szabályokat tartsuk be. Egyébként október 18-án mi megfogalmaztunk ajánlásokat már itt a városban, tehát egy 10 nappal ezelőtt, és abban gyakorlatilag ezt már kértük az emberektől, ugyanúgy, mint ahogy kérjük, hogy közösségi terekben, ahol sűrűn vagyunk, sokan vagyunk ott, aki úgy gondolja, az hordja a maszkot. Tehát autóbuszon, vonaton kötelező a maszk használat újra, ezeken a sűrű lakott, illetve sűrűn adott esetben emberek által érintett területeken, főleg zárt terekben pedig ajánlott, hogy aki úgy gondolja, akár a saját mások védelme érdekében is használjon maszkot. Fontos döntéseket hozhattunk a felhatalmazás alapján a szociális intézményeinkben. Ezt meg is tettük természetesen az intézményvezetők, szakemberekkel történt konzultáció és az ő javaslataik alapján. Ez szerint kijárási korlátozást vezetünk be a bentlakásos intézményeinkbe. Ennek azért van jelentősége, hiszen azt tapasztaltuk akár az elmúlt hetekben is, hogy akár egy-egy ilyen kijárás során kapja meg a fertőzést az idős ember, és viszi be az intézménybe. Ez pedig természetesen mindenki számára egy komoly probléma és kockázat, ezt nem szeretnék a szakemberek felvállalni. Tehát erőteljes kijárási korlátozás, sok esetben tilalom kerül bevezetésre, szintén november 1-től.
és szemben a kórházzal, ahol egyébként újra látogatási tilalom bevezetéséről döntöttek. Mi nem döntünk látogatási tilalomról, tehát továbbra is lehet menni látogatni a szociális intézményekbe, de csak időpontegyeztetéssel és az arra kijelölt helyeken van erre lehetőség. Erről a város honlapján látható hosszabb közleményünkbe beszámolunk, és ott vannak azok a telefonszámok is, amelyen keresztül az egyes intézményeinket a hozzátartozók el tudják érni, illetve aki belép ezekbe az intézményekbe külső személyként, annak kötelező lesz a maszkhasználat, történik majd egy lázmérés, illetve higiéniás fertőtlenítő döntéseket hoztunk. Azt gondolom, hogy talán ezek mindenki számára egyértelműek és támogathatóak. Fontos, hogy jövő héttől a városházára is külső személy csak maszkban léphet be, és ugyanúgy kérünk lázmérést egyébként az ott dolgozóktól is, illetve fertőtlenítést. Azt hiszem talán, hogy ezek is érthető szempontok. Fontos, hogy továbbra is az egészségügyi intézményekben a maszkhasználat kötelező. Egyébként megkerestük a házi orvosokat, és aki kért, aznak biztosítunk maszkot. Van a raktárainkban kellő mennyiség, tehát ennek a jövőben sem lesz semmilyen akadálya. Tehát ezzel is biztosítjuk azt, hogy ezt a kötelezettségét mindenki, akkor is esetleg otthon felejtette a maszkot, ne legyen ez probléma, és a rendelő intézetbe be tudjon lépni, és ott talál maszkot, és ezt tudja hordani. Minden olyan esetben még egyszer, ahol ezt az adott házi orvos kérte. De ezt az Albabástyánál is megtette, ugye? És egyébként az ügyfélszolgálatainkon is, az intézményeinknél is erre van lehetőség, és azt mondom, hogy szerintem ezek pici korlátozások viszont igenis fontosak lehetnek. Ami talán még fontos, és a bevezetőben is elhangzott, hogy ugye a döntés született a kormány részéről arról, hogy a munkáltatók dönthetnek arról, hogy milyen szabályok mellett kötelezővé teszik a védőoltást az adott munkáltató egységein, intézményein, cégein belül. Ugye mi esetünkben ez érinti a hivatalt, érinti az önkormányzati intézményeket, és érintheti az önkormányzati tulajdonú cégeket is. De azt most még nem tudom megmondani, hogy milyen formában, mert ehhez viszont meg kell várnunk a megjelenő jogszabályt. Én úgy látom, hogy mi általános korlátozást egyelőre nem szeretnénk bevezetni, de azt kérem mindenkitől egy kicsit türelemmel, hogy hagyj nézzük meg ezt a jogszabályt pontosan, milyen kötelezettséget ró a polgármesterre, az önkormányzatra, utána ennek nyomán fogunk döntéseket hozni, és hogyha ez különösebb korlátozást jelentene, akkor ezt be fogjuk jelenteni. Egyelőre még mindenkitől nyugalmat és megértést kérek, nem készülünk semmi olyan döntésre, ami azt hiszem, hogy súlyos következményekkel járna, de azt el kell mondanunk, hogy ugye volt már ilyen intézkedés az elmúlt hetekben, ez ugye az egészségügy és a bentlakásos szociális intézményeket például érintette. Ott a kollégák döntő része egyébként beoltatta magát, tehát kevés esetben merült föl ez problémaként, mert itt valójában mindig oda jutunk vissza, hogy a megoldás az nem a tiltószabályok, nem a korlátozások, hanem az oltás. És azt kell látni, hogy milyen súlyú korlátozásokra, intézkedésekre lesz szükség a kormány részéről, vagy önkormányzatok részéről, az pedig alapvetően attól függ, hogy mennyi a kórházba kerülő betegek száma, abból mennyien kerülnek az intenzív részlegre, és hogy állnak a kórházi kapacitások. Úgy az látszik, hogy növekszik most már dinamikusan a betegszám, de szerencsére az is látszik, hogy azért ebből kevesebben kerülnek kórházba, és különösen kevesebben kerülnek intenzív osztályra. Ez egyértelműen az oltásnak köszönhető. Tehát kérem, hogy bízzunk a szakemberekben, ők nem véletlenül mondják, hogy ez a megoldás, ha ők pedig ezt mondják, akkor talán érdemes odafigyelni az ő szavukra. Épp többek között az egészség megőrzésén túl azért is, hogy megélhessük azt a fajta szabadságot, amiben szeretünk élni. Fontos időszaka következik az évnek, hiszen közeledünk adventhez, az advent az rengeteg szép közösségi programot hoz. Milyen jó lenne, ha ezt közösségben tudnánk megélni majd itt Székesfehérváron is. Hogyha már a közösségeket említette, akkor ugye egy lakóközösségnek, vagy egy területen élő embereknek is mindig a saját élethelyzetüket érintő kérdések azok fontosak. A héten ugye több lakossági fórum is volt. Az egyik ugye nemrégiben a belváros területét érintette, ahol mondjuk nyilván a bentlakókat, de nem csak a bentlakókat, hanem sokakat érintő kezdeményezésű szó esett, már pedig arról, hogy sorompót helyeznének el ilyen rendszámfelismerő rendszerrel kapcsolatban. Ja, az szóval talán megint mindenki által támogatható döntés, ami arra alapoz, hogy a belvárosunkat védjük, óvjuk, hiszen a történelmi belváros gyönyörű épületekkel, műemlékekkel van tele, olyan környezettel, amiben nagyon sok a sétálóvezet, és szeretnénk akár ezt még bővíteni is.
azt érzékeljük, és a belvárosban élők különösen ezt hangsúlyozzák, hogy nagyon sokan engedély nélkül tartózkodnak benne olyan belső területeken, ahol ezt nem tehetnék meg. Nyilván egy ilyen megoldás, ami mondjuk a Budai Várban egyébként már régóta működik, az ezt megoldja, hiszen ott rendszámfelismerés van, tehát azt tud bemenni és kimenni, akinek erre jogosultsága van. Három helyszínre terveztük, a lakossági fórumon elhangzott kérések alapján 4 közvetlen történelmi belvárosi részt fogunk sorompóval zárni. Ennek a beszerzése döntéseket követően majd január után, februárban kezdődhet meg, tehát ez valamikor jövő év ősze folyamán kerülhet telepítésre, utána megnézzük, hogy ez milyen tapasztalatokkal jár. Mondom, a célunk az, hogy a történelmi, szorosan vett történelmi belvárosba a lévő autószámot azt korlátozni tudjuk. Szerintem ez közlekedési szempontból is fontos. Fontos, hogy tényleg megélhessük a belvárosi létet, az ottani kávézók, teraszok, éttermeknek az örömeit, sétálhassunk egy jót, és óvjuk, védjük ezt a szép környezetet. Abban állapodtunk meg a belvárosban élőkkel, meg ebben a tárgykörben, hogy tavasszal pedig ennek a pontos szabályairól, működési rendjéről egy újabb lakossági fórumot fogunk tartani. Egyébként elég sok fórumot tartunk, hiszen sajnos közel másfél évig erre nem volt jogi értelemben lehetőség, úgyhogy ezek akkor elmaradtak, szerettük volna ezt pótolni, úgyhogy az elmúlt hetekben hetente 1-2 lakossági fórumot is tartunk különböző városrészekben. Így volt ez ezen a héten is, hiszen 2 fórumról is be tudunk számolni, és egyébként a jövő héten és azutáni héten is lesz lakossági fórum különböző városrészekben. Igen, a másik fórum ugye a vasvári gimiben volt, ez pedig a mai napon, intermodális központ. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen fontos fajsúlyos kérdés. Igen, és joggal kérték az emberek, és Molnár Tamás képviselő úr pedig ezért kezdeményezte azt, hogy jöjjenek el az állami szakemberek, hiszen ez egy állami beruházás, egy állami cég az, amelyik a tervezést, engedélyeztetést és majd a kivitelezést is lebonyolította, illetve lebonyolítja. Ugye tervek, engedélyek rendelkezésre állnak, még a fedezet tekintetében kell a kormánynak döntést hoznia, hiszen ez egy 20 milliárd forint fölötti összberuházást jelent. Ha ez a döntés pozitív, akkor pedig az állam ki fogja írni a kivitelezésre szóló közbeszerzési eljárást, és valamikor 2022 nyarán elkezdődhet az építkezés. És ezért a tervezőknek egyfajta lehetőség az, hogy bemutathatták azokat a terveket, elképzeléseket, amit ez az egész intermodális jelent, beleértve a vasút környékének megújítását, az új parkolóházat a vasvári gimnázium mögött, vagy éppen a kikötését az Újváraja sornak a Mártirok útra. És hát egy nagyon jó hír, azt hiszem a mai nap, hogy igaz, hogy majd a holnapi közgyűlés fog tudni erről döntést hozni, de kezdeményezni tudjuk a testület előtt, hogy a régi, mondjuk úgy, hogy a Prohászka templom melletti a régi Vesztegzár, már megszűnt Vesztegzár, vagy a garas üzletnek a területét, ez egyébként 2 külön terület, 2 helyrazi szám vonatkozásában, mindegy 3500 négyzetmétert érintve meg tudjunk vásárolni a tulajdonostól. Ez 239 millió forint plusz áfa összegbe fog kerülni a városnak. Viszont szerintem nagyon-nagyon értékes területet szerzünk meg a város közössége számára, amit várhatóan valamilyen szisztémában parkolóként fogunk hasznosítani. Ez szerintem nagyon fontos az ott élőknek, nagyon fontos a környékre érkezőknek, akár a gimnáziumba érkezőknek, akár pedig a vasútállomásra érkezőknek, és egyfajta ideiglenes puffer területe is lesz a beruházás idejére a vasútállomás körüli parkolásnak, úgyhogy nagyon régóta szerettük volna ezt az ingatlant megvásárolni. Erre most a vevő, vagyis az eladó lehetőséget biztosított egyébként korrektül, hiszen elfogadta a mi értékbecslésünk által megállapított árat a jogi keretek között, ahogy mi ehhez képest megállapíthattuk magát a vételárat, és nem hirdette meg a piacon, pedig valószínűleg ennél jobb árat is kapott volna, hanem elfogadta, hogy a város közösségének ez most egy fontos. Nyilván azért közel 4 milliárd forint, tehát azért ez így sem volt 2 fillér, de biztos vagyok abban, hogy ez például olyan területvásárlás, ami miközben a város közösségének vagyonát növeli, emeli ismételten, közben pedig egy nagyon jól hasznosítható területet tudtunk az önkormányzat tulajdonába megszerezni.
még egyszer úgy pontos, hogy a közgyűlés erről döntést tud hozni, és utána tudjuk majd az adásvételi szerződést az ingatlannal kapcsolatban a jelenlegi tulajdonossal megkötni és megvásárolni ezt az ingatlant. Akkor ez a holnapi, ez az a pénteki közgyűlésen akár szóba is kerülhet, terítéke lesz. Sőt, előterjesztésként napirendre is fog kerülni, a közgyűlés bizon benne, hogy pozitív döntést hoz mind a két telek tekintetében, és ezzel az összvételárral ezt meg is fogjuk tudni vásárolni. Hamarosan még folytatjuk majd közgyűlési tematikákkal. Előbb azonban ugye ez már szokás, hogy a fehérváriakat is megkérdezzük, hogy milyen kérdéseket tennének fel önnek, mire kíváncsiak. Úgyhogy most jöjjön az első ilyen összeállításunk. Hát a közlekedés az egy katasztrófa, hogy miért ilyen egyszerre, pánikszerűen van mindenhol minden felturva, mert jószerivel közlekedni az egy tragédia. A dohányzás betiltása a közterületen. Más nem tudok hirtelen, ez ami nagyon irritál. Én például arra lennék akkor kíváncsi, hogy milyen rendezvényekkel készülnek majd adventben, karácsonyra, ezek úgy érdekelnének, így lassan közeledve az ünnephez. Hát száraz réten lakom. A forgalom van. Van a forgalom. A forgalom nagyon nagy. Reggel nem lehet kimenni az utcára, átmenni a másik oldalra, mert hiába van zebra. Az nagyon nagy probléma annak a résznek. Ingyenesen adják a virágokat, és a főutcai épületeken szinte sehol nincs az ablakba virág. Szerintem ezt is a lakókat valahogy rá kellene bírni, hogy az ingyen adott virágból tegyenek az ablakokba, ami ugye sokkal szebbé teszi a látképet. Ezt is nézegetem minden évben, hogy egy-két épületen van csak virág. Mondjuk megnézzük Ausztriát, hogy gyönyörű, hogy akár homladozik a ház, de hogy vagy a vakolat, de a virág annyira szépé teszi és eltakarja akár, hogy szerintem itt lakókkal kellene esetleg valamit megbeszélni. Hát kezdjük a végén, hogyha lehetséges, mert hogy szívemből beszélt a hölgy, én is szeretném minél virágosabbnak látni, nem csak a belvárost, hanem minden városrészét Székesfehérvárnak. Szerintem azért haladunk is a tekintetben, egyre zöldebb és virágosabb a város. Egyébként ezt nemzetközi zsűrik is folyamatosan megállapítják, akár még egyébként Ausztriával való összevetés tekintetében is szerintem fejlődünk. De igen, én is úgy érzem, hogy sokat tudnak ebben a lakók segíteni, ez így van a belvárosban is, és máshol élők esetében is, ezért örülök annak, hogy a Virágos Fehérvár kezdeményezésen megint rekordot fogunk dönteni, hiszen közel 10 000 pályázat érkezett, ebből nagyon sokan közösség intézmény részéről pályáztak, de nagyon sok magánszemély is, egyébként a belvárosból is. Bízom benne, hogy egyre több közvetlen sétáló utcán lévő lakástulajdonosát is rá tudjuk majd erre bírni. Az biztos, hogy ez a program megmarad, ugye ez kiegészült tavaly már a komposztáló ládáknak az igénylési lehetőségével, és nem titkoltan szeretnénk jövőben ezt tovább bővíteni a családi házas térségek tekintetében, mégpedig egy csapadékvíz összegyűjtésére alkalmas edénnyel, ami szintén akár az öntözésbe, akár a vízelvezetési kérdésekben tud segítséget nyújtani. Még egyszer, tehát a hölgynek köszönöm a kérdést, tolmácsolni fogom a belvárosban élők irányába is, természetesen azzal, hogy itt magántulajdonokról van szó, tehát kötelezni senkit nem tudunk semmi ilyenre, de igenis ezekkel a programokkal azért lehet ösztökélni az embereket, és talán tudunk is előre haladni, amit jól mutat a szám alakulása, hiszen évről évre sikerül az előző évi pályázati rekordot, magyarul a résztvevők számát tekintetében a rekordot megdönteni, ez így van az idei esztendőben is az előző évekhez képest, de természetesen itt a csillagosség a határ, úgyhogy ez remélem, hogy jövőre tovább fog emelkedni, növekedni, akár a sétáló utca vonatkozásában. Adventi programok. Rendes adventi időszakra készülünk, azokkal a hagyományos programokkal, rendezvényekkel, amit megszoktak, és talán mondhatom úgy, hogy meg is szerettek a fehérváriak, tehát advent első hétvégétől kezdve a gyertyagyújtások, a különböző koncertek, különböző programok az adventi vásár egyaránt megrendezésre fog kerülni. Készülünk már az első adventi hétvégére, hagyományos keretek között szeretettel várjuk és fogadjuk, majd püspök urat közösen fogjuk a gyertyán meggyújtani az első gyertyát, és az első láng után ugye jönnek majd a következő hétvégék, és így jutunk el majd karácsonyig, bízom benne, hogy szép hangulatban.
Persze, azért tegyük hozzá, hogy a jelenlegi járványhelyzetben kicsit még messze van az adventi időszak, nem tudjuk pontosan, hogy akkor mi lesz a helyzet. Amit elmondtam, az arra az esetre igaz, ha nem kell további korlátozásokat bevezetni. Én azért ebben bizakodok, hogy a szabadtéri programok tekintetében lesz lehetőség ezeknek a megtartására, és ha ez így lesz, akkor bízom benne, hogy nagyon szép advent lesz az idei is itt Székesfehérváron. Ugye közlekedés tekintetében hangzott el több kérdés, azt azért szeretném rögzíteni, hogy semmiképpen nem pánikszerűen történik egy-egy utcának a felújítása. A Prohászka út vagy a Kisbudai út felújítás, hiszen gondolom a hölgy arra utalt most elsősorban, az 2 éve kezdődött annak az előkészítése, tervezése, engedélyeztetése, pénzügyi költségvetési források biztosítása. Előre elmondtuk egyébként, hogy ez körülbelül mikor fog elkezdődni, tehát abszolút ütemszerűen megyünk, és azért egyszerre, mert ezek a közművek hálózatban vannak, azaz egymással összefüggnek, nem lehet az egyiket a másik nélkül cserélni, javítani, az útfelújítás és a szerkezet megjavítások pedig azután kezdődhet, és hogy mennyire nem ötletszerű, azt jól mutatja, hogy a Budai út másik szakasza, az pedig ezelőtt egy első ütemként megkerült megújításra, szerintem nagyon szép lett, teljes egészében egyébként városi forrásból tudtuk azt megújítani, ilyen lesz a Kisbudai és a Prohászka is, mindenkitől türelmet és megértést kérek. És talán azért az fontos hozzátennünk, hogy amikor beszélgetünk, őszi szünet van, nincsenek iskolák, és megint lehet közlekedni. Tehát azon kéne inkább elgondolkodni, hogy miért van az, hogy az iskolai időszakban drasztikusan nehezebb közlekedni, mint amikor nincs iskola. Ez különösen a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban igaz. Részben ezért is hoztuk azt a döntést. Segíthet ezen a bérlet? Én szerintem segíthet. Ugye erről is hivatalosan a közgyűlés fog holnap dönteni. Ugye gyakorlatilag egy havi diákbérlet az egy vonaljegy áráért megvásárolható lesz. Ez 280 forintot jelent. Mondhatjuk azt, hogy szinte ingyenesen. Meg szoktuk kapni, hogy miért nem ingyenes teljesen. Egyrészt azért, mert így tudjuk mérni, hogy tudjuk-e növelni az eladott bérletszámot. Másodszorban pedig az állami támogatást így tudjuk lehívni, ami állami támogatást szintén a közösségi közlekedésre költünk. Viszont mi nem 14 évben húztuk meg a határt, hanem mindenki, aki Fehérváron diák igazolvánnyal rendelkezik, ez alapján vásárolhat és használhat diákbérletet, kortól függetlenül ezt a kedvezményt igénybe veheti, és nem csak a fehérváriak, hanem mindenki, aki Fehérvárra jön és diákbérletet vásárolhat és azt használhat. Én bízom benne, hogy ez sem ugyan egy csodaszer, de ez is egy lehetséges eszköze annak, hogy többen használjanak autóbuszt, és hogyha ez így van, akkor az apa-anya taxinak a száma egy picit csökkenni fog, és könnyű belátni, ha csak annyit elérünk, hogy egy utat ki tudunk reggel és délután venni a család életéből, az már látszani fog az utaknak. Hiszen mit is jelent ez az intézkedés, mi történik ma? Az édesapa vagy édesanyja elviszi a gyermeket az iskolába autóval, majd onnan egyébként eleutózik a munkahelyére. Ha csak a munkahelyére autózik, akkor már egy úttal kevesebbet tesz meg reggel vagy délután. Tehát én remélem, hogy sok intézkedés mellett ez is egy olyan eszköz, amivel tudjuk segíteni azt, hogy buszra szálljanak a fiatalok, adott esetben velük együtt a szülők, ebben az esetben ezen az áron ez már tényleg azt hiszem, hogy könnyen elérhető. Egyébként nagyon sok visszajelzés érkezik, és nagyon pozitív visszajelzés. Van, ahol 1-2-3-4 gyermekre mondják meg, hogy mennyit spórolnak azon, itt ugye sok ezer forintról van szó, hogy ennyibe kerül majd csak a bérlet. Kaptunk számos olyan észrevételt, hogy igen, ezt már így akkor használni fogjuk, és nagyon sok olyan megkeresés, hogy lesznek-e és számíthatnak-e további kedvezményre a közösségi közlekedésben a helyi autóbuszjáratokon a fehérváriak. Igen, dolgozunk még néhány ilyen kedvezményen, ez még pici kis türelmet kérek, de azok közül számos olyan lesz, ami a felnőtteket is érinteni fogja. Egyet tudunk, 2019-ben, tehát a Covid előtti utolsó teljesen mondjuk így, hogy normális esztendőben 4206 darab átlag van, ennyi eladott havi diákbérlet volt, bízom benne, hogy ez emelkedik. Ha emelkedik, akkor ezt az intézkedést nem csak 22-ben, hanem a jövőben is fenn fogjuk tartani. Az ehhez szükséges 136 millió forintot pedig biztosítani fogjuk a jövő évi költségvetésbe. Tehát még egyszer nem csodaszer, de talán az egyik fontos előrelépést jelentő eszköznek mindenképpen bízom benne, hogy ez is alkalmasnak bizonyul majd. Talán szárazréti körforgalommal kapcsolatos, illetve a szárazréti lakók részéről érkezett problémajelzés sem idegen az ön számára, hiszen ez is egy régóta húzódó dolog. Régóta húzódó probléma,
én így utólag sem értem, hogy miért nem kétsávos lett ez a körforgalom már akkor, amikor építették, de sajnos a időkerekét nem tudjuk visszaforgatni. Biztos, hogy bővíteni kell ezt a körforgalmat. Ugye azt tudjuk, hogy ugyanezt meg kell tennünk az Osan körforgalomnál, az M7-esnél. Eznek ugye minden engedélye, terve készen van. Forrás biztosított rá a kormány részéről, tehát 2022-ben meg fog kezdődni várhatóan tavasz után, nyár elején maga a beruházás, és mi abban bízunk, hogy utána pedig ugyanezt majd meg fogjuk tudni az új Csóri úton is valósítani. Azt látni kell, hogy az új Csóri út körforgalomban is részben azért nő a forgalom, hiszen fekete és száraz rétnek nő a lakosság száma. Egyre több utca nyílt az elmúlt években, oda mivel házak épültek, oda családok költöztek, a környező településeken rengeteg olyan ember él, aki egyébként mindenért Fehérvárra jön, itt dolgozik, itt veszi igénybe a szolgáltatásokat, a gyermeket ide hozza be iskolába, és mindenki ugyanezt az útszakaszt és ugyanezt a körforgalmat érinti. És gondoljunk bele, hogy mi lett volna akkor, ha nem épül meg a nyugati elkerülő út, ami azért naponta 8-9 ezer autót már elvisz részben ebből a körforgalomból, tehát az is erre zúdult volna rá akkor, ha nincs meg a nyugati elkerülés, most már nem emlékszünk, de 2010-ben úgy volt prognosztizálva az akkori kormányzatok részéről, hogy ez majd a 2020-as években valamikor meg fog valósulni. Milyen jó, hogy ezt előre tudtuk hozni, hogy néhány évvel ezelőtt ez meg tudott valósulni, és így ezért abban is előre tudunk lépni, hogy megvalósuljon majd az M81-es, tehát M7-es, M1-es összekötés, negyedik stráda lejáró Fehérvár és Szabadbattyán között, ami hátul fogja elkerülni a várost, ennek egyébként már a környezetvédelmi hatástanulmányai készülnek, nyomvonalterv készen van, koncepciótervek elkészültek. Ha ez megvalósul, akkor az igazán tehermentesítését fogja jelenteni mind az Osan körforgalomnak, mind pedig az új Csóri úti körforgalomnak. Köszönöm szépen. Szerintem menjünk is tovább az újabb csokorra, hiszen még érdekes kérdések érkeztek hozzánk a fehérváriaktól. Hazamegyünk a Telekről, ne adj Isten, 5 órakor 6 órakor, Sarló utca 6, és nem tudjuk az autót hol letenni. Mert mivel a Gáz utca fizetős, a Sarló meg nem, mindenki boldog-boldogtalan odarakja le az autót, de az hagyján, hogy a személyautók odaállnak le, hanem sorozatba a dobozos, meg a kis teherautók, meg minden. Úgyhogy balesetveszélyes is, mert kiállni is irgalmatlan nehéz ezek közül, a nagy autók közül, meg én gyanítom, hogy eléggé megöregedett már ez a lakótelep, idős emberek lakunk, hogy az kellene, hogy a személyautósok tudjanak ott megállni, mert ugye nyílott ott mögöttünk az Édász területén parkoló, az igaz, de oda inkább ezeket a vállalkozókat kellene odaorientálni, hogy azok vigyék az autókat oda, és ne pedig a nyugdíjasok, akik ne adj Isten szatyorral, kis szatyor, nagy szatyor, ne nekünk kelljen, ne adj Isten többet gyalogolni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nem jó megoldásra sikerült, vagy pedig a Sarlót is fizetőssé kellene tenni, mert akkor valószínű, hogy meg tudnánk állni a lakás előtt. Közlekedés, a buszközlekedés, ez gyalázatos. Ezt nem csak én mondom, sokan mondják. Nagyon rossz. Nem időre jön, ritkán jár, kimaradnak járatok. Miért ilyen rosszak az utak? Mert hogy én buszsofőr vagyok, és tudom, hogy a gerincemet szétrázza. Itt a belvárosban sétálok, majdnem minden nap itt a Romkert mellett például nagyon-nagyon ronda az a kövezet, az a burkolat. Szerintem azt lenne ideje kicserélni, töredezett, el lehet esni benne. Hát ezen kívül még pont ezen az utcán is járok minden nap. Itt nagyon csúnyák a házak, omladozik a vakolat, szerintem ez sem szép. Itt jönnek be a turisták, a Fő utca, meg a Liszt Ferenc utca, ami ugye, amin végig mennek, és ez a látvány nekem nem tetszik. Úgyhogy szerintem ebből is kellene valamit tenni. Induljunk visszafele, a hölgy már ugye előbb is kérdezett. Való igaz, a Nemzeti Emlékhelynél a burkolattal folyamatosan kell foglalkozni, egyébként ezt a Városgondnokság időről időre fel is újítja. Az igazi megoldás az lesz, hogyha magával a Nemzeti Emlékhellyel kapcsolatban döntések születnek, bízom benne, hogy a következő időszakban erre lesz lehetőség, hiszen egy nagyon komoly előkészítő munka zajlik többek között Szabó Zoltán részben építész, és nyugodtan kimerem jelenteni részben építész történeti munkájainak köszönhetően és alapján.
A homlokzatokat tekintve azért azt említsük meg, hogy azok az említett épületek magántulajdonban vannak, tehát nyilván a magántulajdonhoz nem csak jogok, hanem sok esetben kötelezettségek is egyébként társulnak, és ebben azért a belváros vonatkozásában volt a múltban is, és lesz a jövőben is olyan program, ami segítséget nyújt, hiszen homlokzatfelújításra, nyilászáró cserőre, tetőfelújításra volt. Idén most a Covid miatti bevételkiesés okán nem volt, de jövőre újra lesz várhatóan olyan pályázati lehetőség, ahol a város egyharmad ott finanszíroz visszanemtérítendő támogatásként ezen munkák költségeihez, egyharmad visszatérítendő és egyharmad pedig önerő a társasház részéről. Szerintem ez egy elég kedvező összetételű csomag. Nem véletlen, hogy nagyon sok belvárosi ingatlan megújult az elmúlt években, és ezeknek a döntő többsége igénybe vette ezt a fajta önkormányzati pályázati támogatási lehetőséget. A buszközlekedés tekintetében sok tekintetben egyetértek az úrral, azt hagyd tegyem hozzá, hogy a jelenlegi közösségi közlekedésnek 1,2 milliárd forint a hiánya éves szinten. Tehát 1,2 milliárd forintot kell, hogy hozzátegyen az önkormányzat. Ezt a város teszi hozzá, azért tisztázok, ez amit a város tesz hozzá a jelenlegi szintű közösségi közlekedéshez, mert a megvett jegy és bérlet árak a jelenlegi közlekedési színvonalon is közel sem tudják azt befizetni, amibe egyébként költség oldalon a közösségi közlekedés kerül. Igaza volt a sofőr megszólalónak, és biztos vagyok, hogy ő a mindennapokban tapasztalja. Én bízom benne azért azt is, hogy hosszú évek óta folyamatosan nagy arányú útépítések zajlanak. Azért mai műsorban is kaptam már érte, de én alapvetően ővele értek egyet. Szerintem ebben a folyamatban soha semmi nem elég, hanem pont az volt a baj, hogy évtizedeken keresztül érdemben nem történtek útfelújítások Székesfehérváron, ezért került az úthálózat ilyen állapotba, és bizony ezt csak ütemezettel lehet felújítani. Addig, ameddig mondjuk a Berény utat csináltuk, addig nem lehetett a Budai úthoz hozzányúlni. Most, hogy a Kisbudai Prohászkát csináljuk, most még nem kezdhetjük el a Móri utat. Jövőre el fogjuk kezdeni a Móri utat, a közgyűlés holnap már a kivitelezési, közbeszerzési eljárást indítja el. Móri út első üteme felújítását tekintve indul 2022 tavaszán. Tehát azt hiszem, hogy ez is mindenképpen egy fontos kérdéskör. Még a végén egy gyors válasz, a Sarló utca parkoló volt a fűterőmű. Maga a hölgy elmondta mind a két választ igazán, hiszen ő maga is elmondta, hogy nagyon nagy arányú vadonatúj, gyönyörűen kivilágított, biztonságos, nagyon szép és könnyen megközelíthető és használható parkolót épített ki az önkormányzata az elmúlt időszakban Horváth Miklósné képviselőasszony kezdeményezésére. Én éppen tegnap este is arra jártam és megnéztem. Hát talán kétharmada üres volt a parkolónak, miközben azért a Sarló utca ott lévő épületeiből ez érdemben nincs messzebb, mint a Sarló utcán lévő parkolóhelyek. Nem tudunk kötelezni senkit arra, hogy a közterületen lévő parkolók közül melyiket vegye igénybe. Azzal lehetne orientálni, és ez a másik válasz, szintén a hölgy mondta, az embereket és a lakókat egy kicsit előnyben részesíteni, bár még egyszer közterületen lévő parkolókról van szó, hogyha fizetős zónába vonnánk ezt a területet is, de ezt akkor tesszük meg, ha az ott lévő társas házak többségi döntéssel ezt kezdeményezik, mert ez nem egy bevételi kérdés az önkormányzatnál, hanem egy forgalomszabályozási. Ha az ott élők úgy gondolják, hogy terjesszük ki a Sarló utca környékére is a díjfizetési zónát, akkor először nekik többségi döntéssel ezt kezdeményezni kell. Ha ez megtörténik, akkor fogják a közlekedési szakiroda munkatársai ezt meggondolni, átvizsgálni, és utána fog tudni ebben a kérdésben a közgyűlés döntést hozni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat ezúttal is. Köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek nagyon szép estét kívánok. Köszönöm, hogy itt volt, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, köztérrel legközelebb a jövő héten jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!